Ez volt tehát az elmúlt körülbelül 3 óra gyors összefoglalója, de ott van még most is a Kossuth téren kollégánk Szurok András, és őt szólítom újból, ahogy az este folyamán már jó néhányszor tettem. Szervusz András, kicsit kiürülni látszik mögötted a tér, ezek szerint elindultak valóban a tüntetők a Kunigunda útja felé? Mit tapasztalsz? Szervusz, jó estét kívánok! Hát nem is kicsit ürült ki a tér, ugye amikor az előbb bejelentkeztünk még a színpadról, akkor még az egész tér megtelt gyakorlatilag emberekkel, most viszont ürül ki teljesen a tér. Itt a tömegben többen azt mondták, hogy irány a Margit híd, és utána pedig irány a Kunigunda utca. Nem tudjuk, hogy mi lesz a végcél. Az biztos, hogy ahogy az elmúlt napok tüntetésein is, most is egy ilyen vonulás kezdődik, de az, hogy mi a végcél, illetve hogy milyen különböző pontokat fogunk érinteni a városban, az még egyelőre nem világos. Az valószínűnek tűnik, hogy most a Margit híd lesz az első úti cél, de hogy onnan hová fog menni a tömeg, azt még egyelőre nem tudjuk. Egyébként teljesen békés volt minden itt a Kossuth téren is, tehát a rendőrökkel, akik egyébként ugye itt felsorakoztak a parlament elé, velük nem volt semmilyen atrocitás, de egyébként azt elmondom, hogy ugye a korábbi bejelentkezésemben azt mondtam, hogy semmilyen atrocitás nem történt a tüntetők között, amikor vonultak ide a tüntetés helyszínére. Pont azután, hogy beszéltünk, fellépett a színpadra az esemény főszervező, és azt mondta, hogy itt már az Alkotmány utcában, amikor már állt a tömeg és hallgatta a beszédeket, akkor volt, ahogy ő fogalmazott, egy provokátor, akit a rendőrök emeltek ki, és egyébként megköszönte a rendőröknek, hogy ilyen segítőkészek voltak, és ilyen gyorsan léptek, és nem lett komolyabb felfordulás ebből az esetből. A szót most visszaadom a stúdiónak. Köszönöm szépen!